Jó reggelt, sziasztok, 8. nap. Ma bejárjuk az öltözőt, hamarosan. Aztán elmegyünk enni, és utána visszajövünk, és borzasztóan fogunk szurkolni Koreának. És addig hát a fülemtől is megszabadulok. Itt vagyunk a magyar válogatott Nur-Szultáni öltözőjében. Egy gyönyörű létesítmény, arról már ugye sokat beszéltünk, és azt is említettük, hogy gyakorlatilag minden olyan csapat, aki itt van, olyan öltözőt kap, mint hogyha egy hazai öltözőben lenne, tehát óriási helyek, nagyon tág, többféle kiegészítő helységgel, ugye külön gyúrószoba, külön van az edzőknek szobája, úgyhogy hát erre abszolút nem lehet panasz, ami a szervezést illeti. Itt lehet látni mindenkinek, itt a helye előtt egy kisebb fajta, hát lábtörlőnek tűnik, de tudjuk, hogy nem az. Tehát ugye a korcsolyának, amikor öltöznek a srácok, akkor ilyen védőfelület, valamint ugye a vizet is egy picit távol tartja a helyektől. Óriási munkálatok folynak így már 2 órával az edzés előtt. Milyen érzés volt bennetek, amikor bejöttetek a csarnokba, és amikor elfoglaltátok az öltözőt? Hogy végre egy olyan öltöző, ami a jégkorongra van tervezve. Tehát kimondottan bent van minden, egyetlen egy komplexumon belül, az edzők, száraz, a gyúrói, az EQ-nak a helysége, minden. Hibátlan. Szilágyi Leventével, a csapat vezetőjével fogok beszélgetni. Mi történik itt most edzés előtt 2 órával? A stábbal általában a EQ-val és a 2 fizióval egy órával előbb kívül, mint a csapat, mind edzésnél, mind meccs előtt. Ugye edzés előtt ilyenkor a mosásokat kirakjuk, megnézzük, hogy a kiszolgáló egységbe víz, kenyér, snack, egyebek vannak a srácoknak, hogyha esetleg éhesek az edzés előtt. Ugye a mezek előkészítése zajlik itt, itt láthatjuk az élezőgépet. Mi történik ilyenkor? Hát ugye, aki ha jelezte, akkor a korcsolyák élezése, vagy éppen amit meg kell varni, javítani. Igazából ezek a fejvédőknek, ha kell a plexi cseréje, matricák cseréje, sérülés után. Mi az equipment kollégával és a többiekkel együtt mindig az a lényeg, hogy mindig a legjobbat próbáljuk nyújtani nekik, mindent előre kipakolva, felkészülve az érkezésükre, mind az energiaitalokat, mind a snackeket, mind a ruházatukat rendbe rakva, az a lényeg, hogy őnekik csak a meccsre kelljen koncentrálni. Milyen a kommunikáció a Nur-Szultáni szervező brigáddal? Kicsit bonyolult volt, ugye a hotellal is nem nagyon értették, hogy pontosan mit szeretnénk, és ugyanazokat a kérdéseket tették fel majdnem 2 hónapon keresztül, amit már legelső e-mailben megválaszoltunk. Picit bonyolult, mert nem nagyon sokan beszélnek angolul itt, valamint a Duolingo 2 hónap alatt nem sikerült olyan magasra felhozni az orosz tudásomat, hogy meg lehessen oldani, de fokozatosan javul a helyzet. Még szerencsé, hogy Ádám nincs itt, mert hát nem mindenki örül annak, hogyha leülnek a helyére, de én most vettem magamnak a bátorságot. Itt vagyunk Vaj Ádámnak a helyén, ugye kapus, tehát 2 helyet kap. Ugye a Mamutnak is kell egy olyan hely, ahol meg tud száradni, tehát az már eleve elvesz egy fakkot. Itt látható ugye a felszerelés. Nincs szüksége Ádámnak korcsolya élezésre, ez már látszik, mivel be van fordítva a korcsolya a pad felé. Az a szokás, hogyha egy játékos azt szeretné, hogy megélezzék a korcsolyáját, akkor éllel kifele teszi fel a helyén. Hányadik világbajnokságod? Hányadik? 2003-ban volt az első, úgyhogy 17-dik, 8-dik, nem tudom, nem számolom már. Nektek azért óriási szerepetek van azon kívül is, hogy nyilván mindegyikötök elvégzi a rábízott feladatot. Azért bensőséges kapcsolata van a személyzetnek a játékosokkal, nyilván te is gyúrás közben, felkészítés közben nagyon sokat beszélgetsz a srácokkal. Nyilván nektek sem olyan nagyon egyszerű most pozitívnak maradni, de mégis ezt meg kell próbálni, ezt hogyan kezelitek? Nagyon egyszerű egyébként pozitívnak maradni, már csak azért is, mert mindig vannak olyan társak, akik mindig viccesre veszik a figurát. De most komolyra fordítva a szót, tényleg, menj már innen. Tényleg van a lehetőségünk beszélgetni a srácokkal, és másképp öntik ki a lelküket felénk, mint ahogy egy edzőnek tennék. Itt vagyunk a Barisz Aréna edzőpályáján, háttérben a magyar válogatott edz. És hát fantasztikus ez az edzőpálya is, gyakorlatilag összeszámoltuk, hogy egy 800 ember kényelmesen beférne ide.
kényelmesek az ülések, nagyon jól van megcsinálva az elosztás, abszolút körbejárható a küzdőtér, fönt az üveg mögött pedig egy kisebb étterem, egy menza található, és simán elmenne egy Erste csapatnak is, mint hazai pálya. Szemben pedig egy idézetet látunk Nurszultán elnök úrtól. Egyelőre még nem sikerült megtudnunk, hogy mit is jelent, de talán majd lesz olyan, aki le tudja nekünk fordítani. Az kétségtelen, hogy lettek volna olyan meccsek, amikor nyerhetőbbé tehettük volna ezt a mérkőzést. A tegnapi az nagyon fáj, minden meccset, minden vesztes meccset más kategóriába lehet sorolni, azt gondolom. A tegnapi az nagyon fáj. A magyar válogatott, a mindenkori magyar válogatott, én azt gondolom, az évek során kiharcolt magának egy olyan pozíciót, meg egy olyan rangot, amit szívvel ért el többnyire. Tehát ha megnézzük az elmúlt évek világbajnokságait, hogyha nyertünk valamit, vagy hogyha elértünk valamit, azt többnyire magasabban kvalifikált csapat ellen tettük. És ugye azon a pár centiméteren, méteren segített számunkra a szív, meg az a küzdeni akarás, amivel, hogyha ahogy a melléket ábra is mutatja, vagy mutatta, ha az nincs ott, akkor a magasabban jegyzett csapat gyakorlatilag le tud játszani minket. Ez történt egy-két meccsen itt a világbajnokságon. Úgyhogy arra az útra kell visszatalálni, ahol tényleg akármilyen klisének hangzik, ahol a szív vezérel, meg ahol azokhoz a gyökerekhez kell visszamenni, ahol sikeresek tudtunk lenni. Gondolok itt akár Krakkóra, vagy még korábban Szaporóra. Összességében nézve, ha a litván meccset kiveszem, akkor ugye a statisztikák szerint, amit készítettünk az éjszaka, Belarus-Korea, illetve a tegnap esti mérkőzés tekintetében, ugye a sanszok, a gólhelyzetek, a lövések, azok gyakorlatilag egál, tehát egészen pontosan azt hiszem ilyen 102-92 a lövés aránya a mi javunkra, a videóelemző rendszeren megütött sanszok azok hárommal több az ellenfél javára, a gólkülönbség meg 2-14. Ez a legnagyobb baj. Tehát a játékunk az nem effektív. Hát nem dolgozunk meg elég az ellenfél kapuja előtt, nem kerülünk oda a kipattanókra, meg néha azért pattanatott volna, hogy mondjuk a Kóra ellen is volt egy 3-4 korong, ami átsorgott a kapuson, egy-két ilyen nyugodtan bemehet. Inkább az, hogy a kipattanókra nem érünk oda. Az a tény, hogy ez gyakorlatilag az idény utolsó meccse lesz mindenki számára, ez milyen felhajtó erővel bírhat? Nagyon sok, hiszen most aztán már tényleg mindent meg lehet tenni. Tényleg úgy lehet játszani, hogyha még el is törik a kezed, vagy egy blokkolsz egyet fejjel, abba is bele kell állni, mert nincs több meccs, pihenő van utána, úgyhogy így kell neki állni. Véget ért ez a nap is, a feljutókat már tudjuk, de minket azban nem nagyon érdekel. Hát igen, viszont óriási hoki élményekkel lettünk gazdagabbak. Hát tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Kazaksztán feljutó, de amit kitettek a jégre ezek a srácok, hát egy igazi KHL mérkőzés volt. Fú, nagyon nagy élmény volt ez így a helyszínen. Reméljük, hogy a holnap este is hatalmas nagy élmény lesz nekünk, és megünnepeljük azt, hogy maradunk itt, ahol vagyunk. Szurkoljatok ti is, nagyon. Sziasztok!